Izgalmas témák elé nézünk ma is. Köszöntöm Önöket! Elsőként Takács Arankával, a Kolozsvári Állami Magyar Színház munkatársával ismerkedhetnek meg. Egyszerűen vannak helyzetek, amikor valóban mindent meg kell oldani. Hol bemondónak kell lenni, hol padot kell hordani, hol karmesterkedni kell, mert éppen a karmester válik zongoristává. A csipkében megmutatjuk, hogy hogyan alakíthatjuk trendévé megunt pólóinkat. Lehet különböző mintákat vágni a ruhákba, vagy csíkokat, ezeknek egy-két variációját fogom bemutatni. Az ihletben a manikür diszkrét oldalára világítunk rá. Megnézzük ma azokat a lehetőségeket, amiket azok az emberek tudnak felhasználni, akik a munkájuk miatt nem tudnak rigító vagy színes körömlakkokat használni. Majd zárásként a cukorfogyasztás lesz a téma. Sokkal könnyebb meginni a plusz kalóriát és a plusz cukrot, mint megenni. Kitartás, energia, egészséges önbizalom. Néhány jellemző, ami nagyon igaz Takács Arankára, akinek nevével számos projekt kapcsán találkozhattunk. Ilyen a Jazz in the Park, az Antold, a Kolozsvári Állami Magyar Színház, a Kolozsvári Magyar Opera gyerekkórusa és számos közösségi tevékenység. Aranka hisz abban, hogy ha van egy cél, akkor azt őszinte, kitartó munkával, lelkesedéssel és lendülettel el lehet érni. Erről beszélgetünk vele a következő percekben. Ahhoz, hogy ennyi energiám legyen, kellett az az élettapasztalat, amelyben meg tudjam tanulni önmagamon, miután volt egy pár olyan meghatározó egészségügyi problémám, amely megtanított arra, hogy prioritizáljak valóban. Mindenképp kellett az élettapasztalat, és az, hogy az ember muszáj magára is időt szálljon. Valóban egy pár évvel ezelőtthöz képest már elkezdtem én is élni, hiszen hetente többször járok sportolni, vagy teniszezni, vagy edzésekre. Igen, kell egy kicsi tudatosság abban, hogy mik a prioritások. Van egy okos kis füzetem, amelyikbe föl van osztva minden tevékenység, és most már az e-maileimet is külön címekre osztom, tehát nem egy helyre ömlik be az egész, hanem külön címeken zajlik egy-egy terület, és minden nap azt veszem elő, ami éppen sürgős, és a napnak abban az órájában, amikor az már szinte kezd a körmünkbe égni. Nagyon szeretek mindent, amit csinálok, és ezt másképp nem is lehet. És nagyon szerencsés is vagyok, mert azok az emberek, akikkel dolgozom, mindegy, hogy a színházban, vagy a fesztiválvilágban, vagy akár a közösségi területen, a gyermekkórus, vagy egyéb témában történik, megértő emberekkel vagyok körülvéve, és olyan emberekkel, akik bíznak abban, hogy én, hogyha azt mondtam, hogy valamit megcsinálok, akkor azt valóban meg fogom csinálni, és nem hagyom cserben őket, és felelősség teljesen viszem véghez a munkámat. Nagyon sok szeretetet és erőt merítek az abból, ami felém visszajön, abból, amit én csinálok, de ugyanakkor igen, meg kell legyen az az idő, amit én magammal töltök, amit igen, elmegyek néha pár napra, nem tudom, nyaralni, vagy bezárkozom a házba, és ott pihenem ki magamat. Kell a velem töltött idő ahhoz, hogy mindig erőt és energiát tudjak meríteni. És van az adrenalin, ami mindig életben tart, úgyhogy ezekre mind szükség van. Élettapasztalat, tudjad azt, hogy mik a prioritások, hogy mik az értékeid, mik mentén működsz, és mi az, ami legfontosabb, és mi az, ami erőt ad és hajt tovább. Meg vagyok győződve, hogy nem fogom tudni ezt évtizedekig ugyanígy csinálni, de biztos vagyok, hogy mindig közel leszek ahhoz, amit szeretek, és azokhoz az emberekhez, akik bennem érzik azt, amire nekik szükségük van, és én ezt megadhatom. Elmentünk ki egy turnéra a gyermekkórussal. Írtó nehéz volt nekem ez a turné, mert azelőtt nagyon sok esemény volt, és szinte
álmatlan éjszakák és sok minden egyéb, de mégis azt mondtam, hogy a gyermekkórusnak ezt a kirándulást és turnét meg kell szerveznem gyermeknap alkalmával, mert ez az, amikor a gyermekek gyermekeknek énekelhetnek, és életre szóló tanúsággal térhetnek haza. És ez valóban így volt, mert a buszon hazafele a gyermekeket megkértem, írják le, hogy telt nekik ez a kirándulás, meg turné, és elmondták, hogy az, hogy mi árvaházakban léptünk fel, vagy falvakban gyermekeknek, akik addig még ilyet nem láttak, és olyan barátságokat köthettek a helyi gyermekekkel, amelyben ők kimozdulva a kolozsvári komfortjukból, mert azért Kolozsvár egy más világ, ugye, megismerhették, milyen másképp élni, milyen szülők nélkül élni, milyen nem minden nap csokoládét enni, és az, hogy hazajön és a gyermek azt mondja, hogy egy életre megváltozott a szemléletem, és ezt mondja egy 10 éves gyermek, akkor azt mondom, hogy minden megérte, minden. Mindent megért az, amit csináltunk. Egyszerűen vannak helyzetek, amikor valóban mindent meg kell oldani. Hol bemondónak kell lenni, hol padot kell hordani, hol karmesterkedni kell, mert éppen a karmester válik zongoristává, mert hogy a zongorista nem tudott eljönni utolsó percen, hol anyuka szerepébe vagy, hol nem tudom. Nem, tehát a cél szolgálja azt, hogy mire vagyunk képesek. És hogyha a cél az nagyon világos, hogy ezt meg kell oldani, és ez csak is jól sikerülhet, mert ez így jó, és ezért vagyunk, és ezért jöttünk el, és így tovább. Meg nem fogadom el a kudarc gondolatát semmiképp, akkor minden megoldást, csak úgy jönnek végül is a megoldások. És igen, vállalni kell azt, hogy nem kell mindenhez érteni. Hát én is látom, hogy nem vagyok én karmester, és azt nem profin csinálom, és nem is zavar, hogyha azt megkritizálják, hogy hát mi ez az idétlenkedés. De hát most van egy szituáció, amit meg kellett oldani, és mindig jobb volt, mint sem, hogy ne legyen semmi, vagy éppen lefújjunk egy ilyen értékes menetet. Tehát igen, vállalni kell azt, hogy nem vagyunk mindenben tökéletesek és a legjobbak, de még mindig többet ér, mint ne csinálni semmit. A fesztiválok nem csak a mi életünkbe hozhatnak lendületet, hanem ruhatárunkat is felfrissíthetjük ezekre a napokra. A mai csipkében a szekrényünk ajánlapuló megunt ruhadarabokat vesszük elő, amelyeket Becséi Imre Noémi varázsolja újjá. Lássuk, hogyan! Hoztam magammal néhány ruhadarabot, amin bemutatom, hogy hogyan is lehet átszabni egy-két megunt ruhát. Ugye elég általános női jelenség, hogy a ruhás szekrény tele van ruhával, és mégis nincs mit felvenni. Na most erre lehet az a megoldás, hogy jó sok pénzért újakat teszünk, és a régieket kidobjuk, és ezzel növeljük a hulladék mennyiséget, vagy egyszerűen csak átszabjuk, és a régi darabokból valami újat készítünk. Ezt is lehet festéssel, rajzolással, mindenféle módszerrel, de az egyik legizgalmasabb szerintem a vágás. Eszközül semmi extra nem szükséges, teljesen egyszerű háztartási eszközökkel megoldható. Kell hozzá először is egy olló, illetve esetlegesen egy vonalzó, hogyha mondjuk egyenes vonalban szeretnénk vágni. Kitartóbbaknak, vagy akiknek több az ambíciója, tudom ajánlani a textilvágót, ami olyan, mint egy közösséges pizzavágó, és az azért jó, mert ahogy így végighúzom az anyagon, sokkal kisebb az esélye, hogy szétfoszlik a csíkok szélén, tartósabb lesz, de kisvágásokra teljesen jó az olló is. Az első darab, amit hoztam, az egy teljesen egyszerű női azonú póló, és ezen a hátkivágást fogom bemutatni. A metódus nagyon egyszerű, megfogom a póló közepénél, és átfordítom.
fogjuk majd valamásolni. Most visszafordítom, és kicsit meglazítom a csíkokat. Leszem a legfelső csíkot, csinálok egy hurkot, és belebújtatom a következőt. A legutolsó hurkot kettévágom, és megbogozom. A csíkokat lehet sokkal szélesebbre is vágni, aki mondjuk extrémebben szereti, és akkor az egész hát üres lesz ezekkel a mintákkal. Egy másik nagyon egyszerű és jó technika a rojtozás. Ez működik blúzoknál ugyanúgy, de szoknyára is lehet alkalmazni, hosszabb vagy rövidebb fazonúra is, ez körülbelül egy térdig érő szoknya, és lesz belőle egy rövidebb. Először levágom az alját, az itt most segít, hogy csíkos a szoknya, mutatja a vonalat. Ez a rojtozás azért is jó, mert akár mintás anyagon is teljesen jól mutat. Nincs az, hogy a vágás és az anyag mintája üti egymást, hanem teljesen jól kiegészíti. Első lépésként felcsíkozom a szoknya alját. Ha megvannak a csíkok, akkor egy kicsit meglazítom őket. Ugye mivel ilyen rojtok lesznek belőle, ezért az se baj, hogyha egyenletlenül vágjuk, mert nem fog látszani. Ez most így néz ki. Hagyhatjuk így is, de még tovább mehetünk. Kettesével összebogzom őket, minden rojtpárra kötök két csomót. És most a párokat fogom egymással összebogozni. Tehát két is van egy szektőn. Itt van a szoknya. Egy póló. Sőt, itt van nekünk a csík, amit levágtunk a szoknya aljáról. Úgyhogy, ha nem akarunk semmi hulladékot, akkor ezt akár befoghatjuk hajpánknak. Különböző helyzetek, különböző munkakörök más és más megjelenést igényelnek. Például vannak olyan helyzetek, amikor nem megengedett a kirívó színű köröm, de az is lehet, hogy csak valami egyszerűre, visszafogottra vágyunk. A mai ihletben azt mutatja be nekünk Sin Andrea Klára manikűrös, hogy milyen lehetőségeink vannak a diszkrét színek területén. Megnézzük ma azokat a lehetőségeket, amiket azok az emberek tudnak felhasználni, akik a munkájuk miatt nem tudnak rigító vagy színes körömlakkokat használni, mint például sportolók, egészségügyben, akik dolgoznak, színészek, akár operaénekesek, tanárok, akár azt hiszem ők sem szabad nagyon rigító színeket használjanak. Most akkor megmutatok egy pár lehetőséget, amit ők is kipróbálhatnak. Ezt a kettőt fogom megmutatni először, ezek a legátlátszóbbak, legtermészetesebbek, ezekkel nagyon ápolt hatást tudunk elérni. A körmön alig, hogy látszik, csak épp, hogy egy alapszíne megvan a körömnek. Ez a kettő közül egyik teljesebb, és a másik pedig inkább a körömház színéhez hasonlít. Ezek után következhet mondjuk ilyesmi, ami az ilyen bőrszínnek
számít, vagy nude-nak ugye, amit mindenki ismer. Egyik egy picit rózsaszínebb, másik egy picit barnásabb mondhatom. Mindenkinek a körömháza teljesen más alapszínű, van akinek rózsaszínebb, van akinek átlátszósabb, van akinek akár piros fele is hajlik a körömháza. A körömház színe igazából. Ezek után következhet egy ugyanilyen kis nude alap, ami most ez bézs fele hajt. Jöhet a következő, ami már egy kicsit teljesebb, de még mindig világos szín. Ez az a másik alapszín, ami nem rózsaszín fele húz, mint ez a kettő, hanem egy kicsit bézs fele. Van, akinek ez sokkal jobban talál, mint egy ilyen, ez a tipikus nude alap. És ez egy olyan színskála, ami nem kihívó, nem rikító, és ezt akár az egészségügybe is elfogadják. Hogyha mégiscsak egy kis pluszt szeretnénk, akkor van egy ilyen bőrszínű árnyalat is, amiben nagyon-nagyon apró csillámpor szemcsék vannak, amik alig csak látszanak, de legalább tudjuk, hogy ott a plusz. Most ezt választottuk ki, ez az átlátszó ilyen teljesebb alapú, és meg fogjuk mutatni, hogy hogyan néz ki teljes körben. Mivel ez esetben megengedett, fel fogunk vinni egy kis pluszt a körömre. Ez esetben egy kövecske lesz. Ezáltal pedig továbbra is diszkrét marad a köröm. Az olajat felvisszük, ennek két szerepe van. Az egyik az, hogy hidratálja a köröm körüli bőrt, és a második, ami fontosabb, hogy miután a bőröcskéket kitakarítottuk, a pórusok nyitva maradnak, és az olajjal pedig le tudjuk zárni. Amint látjuk, nem kell elkeseredni, mert lehetünk diszkréten is szépek és ápoltak. Zárásként is izgalmas témáknál maradunk, a cukorfogyasztás döbbenetes mutatóit nézzük meg. Talán el sem képzelnénk, mennyi cukor van egy üdítőitalban, csokiban, almában vagy akár egy joghurtban. És kérdés, hogy ehhez képest mi az a mennyiség, amire valóban szüksége van a szervezetünknek. Cukorra is persze szükségünk van, de nem mindegy, hogy mennyire. Ha például veszünk egy 70 kilós átlag embert, akinek mondjuk 2000 kalóriára van szüksége naponta, akkor azt jelenti, hogy mindössze tejástól, kávéstól, mindenestől 7 kocka cukor a napi finomított cukorporció. Ez ennyi lenne mindenestől. Például 3 decis adag üdítőitalban már 9 kocka cukor kerül be a szervezetünkbe, ami szerintem nagyon durva. Ezzel már meghaladtuk a napi adagot, ne beszéljünk arról, hogy még emellett lehet elfogyasztunk egy gyümölcsöt, egy gyümölcsös joghurtot, és nagyon felgyűl. Akkor arra is nagyon figyeljünk oda, hogy mit szeretünk reggelizni. Az ilyen pudingokba, amiket a gyerekek is nagyon kedvelnek, egy porcióban megint 9 kocka cukor kerül be. A csokoládékba, hogyha megfigyeljük közelebbről, minden falás 1 kocka cukor. 3, 4, 5, 6, és még nem is elég, szóval több mint 1 kocka cukor minden harapás. A gyerek üdítőknél megint gondok vannak szerintem. Egy 200 ml-es gyerek üdítőben itt van megint 6 kocka cukor. Képzeljük el, hogy mennyire káros a foguknak, a gyerekeknek, és a cukortöblet még butítja is őket ráadásul, és nem fognak tudni odafigyelni az iskolában vagy az óvodában a tevékenységeken emiatt. A gyümölcsjoghurt megint 3 kocka cukor.
hogyha hozzáhasonlítjuk a natur joghurthoz, amiben semmi nincsen, akkor rájövünk, hogy mennyire nagy a finomított cukoradalék. Az sem mindegy, hogy honnan származik a cukor. Mert ugye most például itt van a banán, egy banánban is 3 kocka cukor kerül, de a banán nagyon gazdag élelmi rostokban is. Ezek az élelmi rostok megfékezik azt, hogy ez a cukor nagyon hamar felszívódjon a vérbe. Emiatt sokkal egészségesebb. De figyeljünk oda, hogyha lehet, ne este későn, vagy délután sem, hogyha fogyni akarunk, ne fogyasszunk gyümölcsöket, mert ez is felgyúl, és akkor az égetés már nem olyan magas, mint napközben. Egy barack, egy kocka cukor, és a paprika, még a zöldségek közül az egyik legédesebb, ennél rosszabb szerintem nincs, egy eléggé nagy méretű paprikában mindössze egy kocka cukor van. Az alma az egy nagyon kedvelt gyümölcs, és sokan azt hiszik, hogy kevés a cukortartalma, na, de hát van egy kis meglepetésem. Egy ekkora almában 5 kocka cukor van, ami eléggé sok. Ugye az alma gazdag élelmi rostokban is, ezért, és vitaminokban is, ezért nem lehet összehasonlítani a többi termékkel, amiről beszéltünk, de ezt is óvatosan ne együnk meg naponta 5 almát, hogyha lehet, ezt kerüljük el. Az nagyon nagy lépés lenne előre, hogyha megszomjazunk, ígyunk inkább vizet. Ezzel nagyon sok cukrot meg tudunk spórolni. Próbáljunk használni, ha nagyon muszáj és édesen szeretjük a kávét vagy a teját, akkor használhatunk ilyen poliolokat vagy steviolt, ami növényi kivonatú édesítőszerek, és nem annyira károsak a szervezetnek. Nagyon vigyázzunk az juharszirupra és a mézre is, mert egyáltalán nem különbözik a felszívódása a cukortól. Sokkal könnyebb meginni a plusz kalóriát és a plusz cukrot, mint megenni. Figyeljünk arra, hogy mit vásárolunk. Figyeljünk arra, hogy mit reggelizünk, és valahogy próbáljuk adagolni. Próbáljuk adagolni például, hogyha ma megittam egy üdítőitalt, ez van, essünk túl rajta, de akkor délután ne fogyasszak el megint desszertet is, hanem napjára valahogy szabjuk meg, hogy egy termék kerüljön be a menünkbe. Köszönöm figyelmüket! Találkozunk jövő héten csütörtökön este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Viszontlátásra! Köszönet a Beautica, Lamazsol és a Crazy Stúdiónak!